Sziasztok! Ebben a videóban apró módosításokat fogunk végrehajtani a házikunkon. Tulajdonképpen a főbb méretek már kiadottak, igazándiból egy-két apróságot kell kijavítanunk, így ilyenek ugye például az ajtók és az ablakok a falakon belül. Miután ezeket megcsináltuk, akkor rá fogunk térni a színezésre, a különféle anyagmintázatokra, hogy valóban egy életszerű látványképet tudjunk készíteni a szürke lapokból. Oké, kezdjünk is bele a munkába, jelöljük ki a fal csoportot. Ugye a modell maradék része eltűnik, mert a View Component Editnál a Hide Rest of Model be van pipálva. Itt látható, hogy van egy ajtó, de nem faltól falig, tehát plafontól a alsó síkig tart egy ajtó, hanem szépen ki kell alakítani az ajtó tokozásának a helyét. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy mondjuk például a measure tape-el innen lefele kimérünk 600 mm-re egy segédvonalat, rajzolunk egy rectangle-t, hoppá, ezt innen kitöröljük, majd a push-pull tool-lal össze fogjuk őket kötni, tehát ugye az endpointig húzzuk, rendben van, az erase tool-lal pedig szépen a felesleget kiradírozzuk. Itt már is a javítást elvégeztük, itt is ugyanezt kell végrehajtanunk, measure tape, 600 egység, a line-nal behúzom a plusz élt, kapunk egy felületet, ezt pedig ki tudjuk húzni, és endpointig jövünk, segédvonal töröl, és a törlés a radír segítségével a plusz éleket leszedjük. Nagyon jó. Itt látható, hogy ez az átjáró nem egy ajtó, hanem egy közösségi tér, tehát két teret köt össze, nem lesz ide valószínűleg ajtó, csukható, nyitható ajtó beépítve, tehát, hogy mondjam, ide egy kicsit izgalmasabb átjárót is szerkeszthetünk. Hát nézzétek el nekem, hogy nem a megfelelő szakkifejezéseket használom, de nem vagyok építész, de ha ilyen szoftverek állnak a rendelkezésünkre, egyre inkább vonz ez a szakma is, de térjünk vissza a szerkesztéshez. Én innen kimérek olyan 1000 mm-re egy segédvonalat, majd a line-nal plusz élt veszek föl, és kihúzom a push-pull-lal, ugyanúgy, mint eddig, de ezután nem állok meg, és egy ívet, egy boltívet fogok ide készíteni, körülbelül, hát mondjuk így, és push-pull-lal ugye kitolom a felesleget. Hoppá, ojjaj, most eltévedtünk, meg kiléptünk ugye a modellből, ez néha előfordul az emberre, nem kell megijedni. Guideline törlöm, és itt is a plusz éleket kivesszük. Hát igazándiból a falakkal a munkát befejeztük, kialakultak a terek. Egy dolgot kell még ugye megcsinálnunk, hogy belássunk a házunkba, az ablakoknak a helyét ki kell vágnunk. Jó, jöjjünk ki a modellből, és igazándiból most ki is kapcsolhatjuk, hogy rejtse el a modell maradék részét, visszajövünk, és most kell ügyesnek lennünk, mert végül is itt megvannak ezek az ablakok, úgymond, ugye itt látszik, csak nem tudjuk felhasználni őket feltétlenül ugye az ablakok készítéséhez. Belemegyünk ebbe a blokkba, és egy új rectangle-t fogok ide berajzolni. Hát ilyenkor egy kicsit ügyeskedni kell. Oké, megvan. Nézzük meg, hogy sikerült-e, amit szerettünk volna. Jó. Most visszakapcsolom. Jó, megvan ugye az ablaknak a helye, és ezt most már csak a push-pull tool-lal
úgymond ki kell tolni, de vigyázzunk arra, hogy nehogy túltoljuk. On face, ez az. És már is ütöttünk egy ablakot a falon. Kijövünk, itt még ugye van egy lap, de ezt innen tudjuk törölni, és minden helyreállt. Hát ezt kell megismételnünk ezeken az oldalakon is. Hoppá, bekapcsoljuk, tehát kikapcsoljuk a modell elrejtést, belemegyünk, és fölvesszük a rectangle-öket. Hát ez célszerű lett volna akkor elkészíteni, amikor az ablakokat szerkesztettük, de így utólag is meg tudjuk ezt azért csinálni. Ó, és még van itt is két ablak. Hopsz, ettől féltem, egy óvatlan mozdulat, és nem oda mentünk. Hát a navigációt azt meg kell szokni a SketchUp-ba. Nagyon jó egyébként a navigációs eszköze. Ne rémisszen meg senkit a videó, én vagyok esetenként ügyetlen. Jó, tehát most kilépünk, vagyis hát jobban mondva elrejtem. Csak hogy lássam, hogy kialakultak-e, így van, ki tudjuk ütni a falat, azt mondja, hogy on face, akkor oké, okay. Hiszen a túloldali, ops, itt megint valami nem stimmel, on face, oké, okay. Kiütöttük a falat, on face, oké, okay. Oké, okay. Szuper, tehát megvan a helye az ablaknak is, kilépünk a modellből, most már csak itt a kívülső oldalon kell leszednünk a lapokat. Bár nem biztos, hiszen ablaküveget is szeretnénk, így visszavonom, ezt közben meggondoltam magamat, és vissza is rajzolom ide ezt a felületet. Hiszen itt lesz majd az ablaküveg. Úgy, ops, nem orient, na, oké, okay. Reverse faces, ezt szerettem volna, minden a helyén van, szuperszónikus. Igazándiból most mondhatjuk azt, hogy a modellünk kész, és rátérhetünk a színezése. Először is a tetőt fessük meg, menjünk a festékes bödönre, és válasszuk ki egy cserép mintázatot a tetőhöz, paint bucket, és roofingnál érdemes keresgélni. Válasszuk ki most például ezt a mintázatot, és klikkeljünk rá. Hoppá! Azt tapasztaljuk, hogy az egész tetőt beszínezi a mintával, de számunkra ez nem elfogadható, hiszen csak két úgymond oldalt szeretnék ezzel befesteni, vonjuk vissza a műveletet. Bele kell ugyanis menni a komponensbe, jobban mondva a csoportba, hogy meg tudjuk adni azokat a lapokat, amiket beszeretnénk festeni. Megint csak kiválasztjuk a mintát, és most már a lapokra klikkelünk, és gyönyörű szépen úgymond megvan a tetőnknek a mintázata. Válasszunk ki, a fa, ugye fa tető szerkezetünk van, valamilyen fa mintázatot, wood mambo medium például, és festjük be az éleket. Jó, hát ezt egy célszerű, ugye így azért elforgatni a nézetet, hogy megkapjuk azokat a lapokat, amiket beszeretnénk festeni. Szuper! Tehát ez maga a tető, nagyon szépen alakul. És még ugye itt ezt a felületet kellene ugye egy deszka stílussal kitöltenünk. Keressük ki a következő mintázatot. Brick and cladding, és ebből választjuk ezt a mintát, és gyönyörű szépen elkezd kialakulni a háztetőnk, már csak a kéménnyel kellene valamit kezdenünk. Ide valamilyen tégla mintázat kellene,
Tehát brick, mondjuk antik típusút válaszunk, és szépen fessük be a kéményünket. Jó, eltoljuk a nézetet. Oké, hát ez kívül belül tégla lesz. Úgy, oda is, tehát mindenhol elkészültünk, kiléphetünk. Szuper! Jó. Most akkor ugye foglalkozzunk a házfallal. Kijelölő túl, akkor ugye bele tudunk menni. Ebbe a külső oldala az ugye adott. Jó, hát a belső pedig ugye valamilyen fa mintázat legyen, ha már fa házról van szó, wood, bamboo, medium, fessük meg. Szuper. Persze, ettől el lehet térni, mindenkinek az ízlésére bízom, hogy milyen mintázatot használ. Én most nem akarom nagyon húzni a videót, ezért, mert a lényeget már tulajdonképpen megmutattam, de azért mégiscsak beszeretném fejezni ezt a házikót. Jó, megvagyunk. Oké. Oké, jön az alsó része. Ez is megvan. Oké. Jó sok oldalunk van, oda kell figyelni. Alapos munkát kell csinálnunk. Rendben van. Kilépünk. Szuper. Az ablakoknak a kerete is mondjuk ezzel a mintázattal, vagy mondjuk akár ezzel a mintázattal is történhet a megfejtése. Hát itt is azért jó sok időt el lehet tölteni. De talán, ha kijelölünk mindent, akkor egyszerűbb lesz a dolog. Így, hát... meglátjuk. És ha már az ablakoknál vagyunk, akkor ugye ez egy ablaküveg lesz, egy olyan stílus kell választanunk, anyagot, ami átlátszó. Hát, sokféle lehet, próbáljuk ki. Oké, tehát hogyha leveszem a kijelölést, akkor látható, hogy gyönyörű szépen be lehet látni. Jó, visszamegyünk a woodra, és szépen itt is ugye, ha nem is csinálok meg most mindent, hogy ne legyen túl hosszú a videó, de itt azért a lényeget befestjük. Hát, bár, ha jobban belegondolunk, ez itt belül nem olyan lenne. Ez az, itt van még egy plusz szél, ezt kiszedjük. Hát sokszor az ember ilyenkor látja a dolgokat. Hopp, majd belementünk a házikunkba. És ami még fontos, hogy ugye itt van ez a tartószlop, őróla ne feledkezzünk meg, és a lábazatot is majd meg kell festenünk. Valamilyen kő anyaggal célszerű ezt ugye kiszínezni. Válasszunk ki egy stone típusút, és akkor mondjuk ebből vehetjük ezt a törft követ. Megpróbálom kijelölni az egészet. Hát ez így nem jó, mert pont összejön. Mindegy. Szépen kifestjük a felületeket. Hát lehetett volna ezt egy kicsit okosabban is csinálni, de legalább ebből is tanulunk. Tehát nem lehet egyből megtalálni a legjobb megoldást. Tanulni kell, próbálkozni. Itt is látszik, hogy valami nem stimmel.
mert ugye itt ezt az egész felületet befesti, most ezt minden esetettől eltekintek, hogy kijavítsam, mert igazándiból ami most megy, az már igazándiból móka és kacagás. Még azt lehetne esetleg, hogy itt is a measure tape befele kimérek százat, és kiszerkeztem ugye ezt az ajtótokot, mondjuk, hogyha így szeretnénk, de ez már igazándiból olyan részletkérdés, amit ugye el kell döntenie a tervezőnek, ez csak egy minta feladat, nem teljesen működik itt minden megfelelően, és az is látszik, hogy olykor azért már a navigáció nehézkes, de megoldjuk, és hát ügyeskedni kell, de ügyes a SketchUp, tehát nem a SketchUp hibája, valami egy kicsit nehézkes most. Oké, lejövünk. Hops, na, már csak egy végpontra kell ráfognunk. És akkor ide újra jöhet a minta. Megfogom. Ugye, levettem a mintázatot, ahogyan a mondjuk a Photoshopba vagy a Paintbe lehet ugye színértéket leolvasni a képernyőről, és szépen itt ezt elkészítettem. Hát maga a fal mintázata pedig mondjuk legyen ő, és szépen kitöltöm ezeket a részeket. Oké, okay. Egészen kellemes lett, ahogy kinéz. És akkor még ide kellene egy járó felület. Ezt is itt a kőnél lehet. Igen, talán ő ez megfelelő lesz. És szépen elkészült a modellünk. Zárásként még annyit, bár ugye van még itt munka bőven, hát esetleg azért megcsinálom, hogy tényleg azért a modellünk elkészüljön. Ha már ennyit dolgoztunk vele, adjunk neki ugye átlátszó értéket, és még leolvasom itt az ablakról a mintázattípust, és gyorsan befestem őket. Ezért jó, ha ugye az építőköveket mondjuk csoportokba rendeljük, én ezeket nem tettem most meg, vagy komponenseket alkalmazunk, mert akkor a színezésük is jóval egyszerűbb, nem kell így feltétlenül lapról lapra haladni, de ez egy tanuló példa, tehát most megtanultuk azt, hogy milyennek a módszernek az előnye, és mi a hátránya. A későbbi videóban természetesen a komponensekről is lesz szó, és meg fogjuk látni, hogy mennyire hasznos bővítményről is van szó a SketchUp világába. Ugye, oké, na most már azért is be fogom fejezni. Maximum egy picit a kedves néző bele fog tekerni ebbe a videóba. Jó, oké. Itt is meg vagyunk, igaz? De mert azt is el kell mondanom, hogy ezek már örömteli percek, tehát megnyugtatja az embert, szépen tudunk gyönyörködni a munkákba, erre is van szükség olykor. Kijelöljük a felületeket, hát is megpróbálok egy másik fajta üvegtípust adni, de legyen akkor egységes. Szuper! Itt van a kis házikunk, gyönyörű, szép lett. Most már csak annyi van hátra, hogy a guideline-okat levegyük, és tadám, elkészült a házikunk, ami gyönyörű, szép lett, méret helyesen egy terv dokumentáció alapján készítettük el. Hopp, itt még van egy kis hézag, de azt is mondhatjuk, hogy egy koncepció háznak a terve, amelyet mi majd meg szeretnénk majd későbbi életünk során valósítani, és itt látható ennek az alapmodellje, amelyet szépen tudunk majd csinosítgatni a későbbiek során. Ez egy eléggé összetett példa volt, de gyönyörű szépen lehet látni benne a SketchUp filozófiáját, bele tudunk kukucskálni a falakba, hogy ott minden a helyén van-e, úgy néz ki, hogy igen, bár itt azért belül még lenne munka bőven, ki tudunk jönni, itt van maga a tető, külön, és a többi. És itt még, mielőtt elbúcsúznák,
ezt a kis hibát kijavítom. Oké, hát mondjuk nem az a típus, itt leolvasom. Így, né? Most már minden a helyére került nagyjából. Tehát köszönöm szépen, hogy velem voltatok. A kis házikót elkészítettük. Remélem, hogy sokat tudtatok tanulni a videóból. Nem mindent úgy csináltunk, ahogyan az a legpraktikusabb lenne a SketchUp világába, de szépen videóról videóra építkezünk és fejlesszük a tudásunkat. Sziasztok, találkozunk legközelebb is!